fesztivál szezont indító Szentgyörgy napok hétvégi nagy koncertjeinek fellépői olyan neves együttesek voltak, mint a Honey Beast, az Edda vagy éppen a Blaha Louisiana. Arról pedig, hogy sokak kedvencei hányadik alkalommal járnak Erdélyben, és hogy milyen érzés itt lenni számukra, őket kérdeztük. Számokban nagyon rossz vagyok, de már nem először vagyunk Erdélyben, sőt azt hiszem, hogy harmadszorra vagy negyedszerre talán. Viszont itt Sepsiszentgyörgyön még nem jártunk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy végre a zenénkkel ide is eljuthattunk. És nagyon szeretjük Erdélyt, csodálatosan szép. A Double Rise az külön kedvencünk, az ugye az gyönyörű szép az a helyszín, meg egyébként egész Erdély az csodálatos. Aztán amikor volt egy ilyen 45 percünk, akkor körbenéztem, és hát nagyon-nagyon jó a hangulat. Meg nagyon finomak az illatok, jó fejek az emberek, és vettem is pár dolgot, vettem áfonyalevelet teába, ezt nagyon szeretem. Nagyon szeretünk Erdélybe koncertezni, és az, az igazság, hogy már magam sem tudom megszámolni, de amúgy ez a zenekar mindegyik tagjáról elmondható, hogy hányszor voltunk itt, és mindig nagyon örülünk, amikor ide jöttünk. Ezen a nyáron nagyon-nagyon sok erdélyi bulink lesz, és nagyon-nagyon várjuk már mindegyik alkalmat, mert ilyenkor fellélegzünk, tehát tényleg olyan, mintha egy vérfrissítésre jönnénk ki. Én nem számolgatok, megmondom neked őszintén, hála Istennek még nem számolgatok. Én nem vagyok olyan nagy számolóbűvész, mint a szólógitársam Alapisti. Ő mindent tud fejből, úgyhogy ha ilyen szigorú matek feladatot akarsz, akkor neki tedd föl. Én úgy gondolom, hogy sokatszor, és nagyon-nagyon remélem, hogy még sok-sok-sok-sokszor jöhetünk és érkezhetünk és zenélhetünk. A jövőbeni tervekről, közelgő fellépésekről és új dalokról sem felejtettük el megkérdezni az együttesek frontembereit. Ha mindent nem is, de néhány publikus információt azért megosztottak velünk az énekesek. A terv az, hogy legyen egy iszonyatosan jó nyarunk, nagyon várjuk, hogy végre igazán lehessen fesztiválozni, ugye tavaly ez mini verzióban már megtörtént, de például a Vibe Fesztiválra nem jutottunk el tavaly, viszont idén mindenképpen jövünk Torockóra, a Double Rise-ra. Erre az évre teljesen betábláztuk magunkat, nemrég készült el a Tele a szívem című nótánk, amit Paulinával vettünk föl. Ő egyébként egy nagyon-nagyon szerencsés találkozás. Ez nagyon-nagyon szerencsés volt a vele való találkozás, és nagyon szerettünk vele dolgozni. Egyébként ilyen típusú kollaborációban még nem nagyon vettünk részt. Tehát például az a tervünk, hogy ma este egy fantasztikus bulit játszunk. Aztán az a tervünk, hogy a pénteken a Barba Negrába Budapesten egy fantasztikus bulit játszunk. Aztán az a tervünk, hogy az egész nyáron, ami koncert le van kötve, azon mindegyiken fantasztikus bulit játszunk. Mert ez a dolgunk, ez jó Istenke nekünk ezt adta. A Blaha Louisiana, a Honey Beast és az Edda frontemberei egyaránt tartogattak egy-egy üzenetet az Erdélyi Magyar Televízió nézőinek is. Hogy ne felejtsenek el a jelenben lenni, és hallgassanak nagyon-nagyon sok jó zenét, és járjanak élő koncertekre, és osszák meg ezt a csodálatos pillanatot a szeretteikkel és a barátaikkal. Hogy támogassák a magyar zenét határon innen is túl. Az én üzenetem az, amiben hiszek, és amit vallok, hogy keressétek egymást, segítsétek egymást, szeressétek egymást. Ez a magyar megmaradás kulcsa, én szerintem.